Hát, kedves barátaim, ezért ez a magyar politika úgy, ahogy van, ez olyan, mint egy csendélet. A csendes halálnak a képe olyan, mint amikor ott van egy asztalon egy csokor virág, néhány elhanyagolt tányér és evőeszköz csendélet virággal. Hát úgy néz ki a Kárpát-medence tája, ha a magyar kérdésbe belemerülünk, mint csendélet magyarokkal. A magyarok itt vannak, látszanak, hogy vannak, de a jövőjük igen korlátozott, és ezen változtatni kell. Ezen változtatni kell. A magyarság egészét ennél súlyosabb kihívások érik. Ez a COVID-fasizmus, amit az emberiségre szabadítottak, és amelyik nem állt meg. Nem állt meg, mert a nemzetközi A világ egészségügyi szervezete, amit WHO-nak neveznek, az nyíltan törekszik egy teljes diktatúra megvalósítására. És ebben sajnos a magyar kormány ugyanolyan partnere, mint akármelyik másik, aki, aki most újjal mutogat Magyarországra, úgymond a migráns politikája, vagy a kisebbségi emberek, vagy a nemi kisebbségek kisebbségű emberek jogainak ügyében megszólaló és Magyarországon szembe helyezkedő államok. Sajnos ebben a globalista törekvésben, amelyikkel a magyarságot alárendeljük mindenféle nagyhatalmi szándéknak, a magyar kormány ugyanolyan élen jár, mint akármelyik másik. Ugyanolyan. Ugyanolyan kritikát Ide Idehozok egy példát. Idehozok egy példát. Most, amikor már elég nyilvánvalóvá vált, hogy milyen súlyos károkat okozott ez a kényszer vakcinázás, aminek alávetették a népet, azt hazudva embereknek, hogy ez kell ahhoz, hogy meggyógyulj, ez kell ahhoz, hogy életben maradj, már, sőt, még kényszerítve is őket. Persze úgy, hogy a kormány nem, a kormány rábízza a munkáltatókra. Aztán majd megsukták a munkáltatóknak, hogy próbáld meg nem keresztül vinni pláne, ha állami munkáltató vagy. De az egészségügyben, a katonaságnál, a honvédségnél valósággal kényszerítették, az oktatásban kényszerítették az embereket, hogy, hogy beoltassák magukat. Különben állás és nélkül maradtak. Most, amikor rendre halnak meg, és rendre válnak munkaképtelen, és mindenféle soha nem volt korral küzdködnek az emberek. Most hogy, hogy nem állnak elő, és nem kerül elő a felelősség kérdése? Mi történik a helyet? Mit hallok a mi napkedves testvéreim? Azt hallom, hogy büntető eljárás alá kezdték vonni Magyarországon azokat, akik mertek ivermektint beszerezni maguknak és szeretteiknek. Hallom, hogy már Pócsalfrédet is. Behívták a rendőrségre. Hallom a minap, hogy Sinkovics vitai Andrást behívták a rendőrségre, és, és gyanúsítottként zajlik ellenük eljárás. Mert Magyarországon valahol valaki előállított egy olyan ivermektin és C és D vitaminnal gyarapított táplálék kiegészítőt port, amit azoknak az embereknek, akik Eppenséggel, koronavírusos megbetegedésben szenvedtek, próbáltak adni, és aki ezt beszerezte magának és szeretteinek, az ellen most Magyarországon büntető eljárás folyik. És nem azok ellen folyik büntető eljárás, akik országos főorvosként, országos egyetemi rektorként, egészségügyi miniszterként, kormányfőként, akik ahelyett, hogy, ahelyett, hogy ezt a gyógyszert, amelyiket 25 éve, 30 éve, 25 éve ismertek, amelyikre Nobel-díjat osztottak ki, amelyikből több mint 4 milliárd tablettát beadtak az embereknek, és amelyikről bizonyítva van, hogy gyakorlatilag nincs mellékhatása. Gyakorlatilag nincs mellékhatása. És amelyikről bebizonyosodott több mint 30 féle betegséget orvosol. Már, már 2017-ben a nature nevű nagy tudományos labban olyan cikkeket közöltek a 2015-ben Nobel-díjjal kitüntetett gyógyszerről, hogy még a rákot is, és az övsömört, és egyéb betegségeket, amit nagyon nehéz, vagy nem lehet betegség, nem lehet kezelni, ezeket gyógyítja. És ahelyett, hogy ezt a 25 éve alkalmazott, Nobel-díjjal kitüntetett, a világ tudományos sajtójában ajnározott Mindenféle mellékhatás nélküli szert Magyarországon azon fáradoznának, hogy behozzák, hogy hitelesítsék azt a gyógyszert, amelyeket az Európai Unió területén Németországban gyártanak, azt a gyógyszert, amelyiket Szlovákia minden gyógyszertárba és minden kórházba elhelyezett, méghozzá Szlovák Egészségügyi Minisztériumi ajánlással, COVID elleni ajánlással. Tehát Magyarországon nem azokat vonják felelősségre, akik ezt megakadályozták, és ezért több ezer, esetleg több tízezer ember haláláért felelősek, hanem azokat próbálják most, most felelősségre vonni, akik a maguk és a szeretteik védelmére ezt beszerezték? Hát hol vagyunk, kedves Magyar testvére? Hol vagyunk? Milyen ország ez? Mindent nem lehet ráfogni az ellenségre. A Magyarok Világszövetsége messze menően egyetért Magyarország kormányával például abban, ahogyan a migráns politikához viszonyul. Messze menően egyetértünk azzal, köszönjük szépen Olá István barátunknak távoznia kell, mert Egerbe indul a vonat. Köszönöm a részvételedet. Messze menően egyetértünk azzal, ahogyan a gyermekeket védi a mindenféle káros szexuális érzékenyítés és nem változtatási propaganda ellenében. Azzal is maximálisan egyetértünk, hogy hogyan kezeli az ukrajnai háborús helyzetet. Na de ez nem menti a felelősség alól abban, ahogyan a COVID ügyet kezelte. Hogy titkosította, ki tudja hány évtizedre, Azokat az adatokat, amiket a mi életünkről szólnak? Hát nem. A felelősséget vállalni kell, és a felelősöket elő kell állítani, és számon kell kérni rajtuk ezt, hogy az Iver megtint miért szabotálták el. És hogyan merészelik most büntető eljárásban felelősségre vonni azokat, akik igenis értesülve arról, hogy ez egy gyógyítószer, Magam is megtapasztaltam magamon, hogy két nap alatt hogyan mulasztotta el azt, ami már reménytelennek tűnt. És emberek százairól tudom, akik állatorvosi szert Magyarországon nem lehetett beszerezni. Nem csak, hogy nem gyártják, nem csak, hogy hiába gyártják Németországban az Európai Unió területén, Magyarországon tiltott szernek minősül. Ahelyett, hogy két kézzel nyúltak volna utána. És hozták volna be. Hát hitegetett minket Kásler miniszter, meg ez, az, egy-két egyetemi rektor, hogy zajlanak a vizsgálatok és a bevezeté. Mit zajlik? És, a, és az oltásokat megvizsgáltátok? Azokat belehetett mindenféle, mindenféle előzetes vizsgálódás nélkül. Tíz évig kellett volna vizsgálni előre egy ilyen gyógyszert, mielőtt tömegesen alkalmazott. Tíz évig! És, és, járvány idején nem oltunk, amióta létezik oltás, ezt mindenki tudja, a járvány idején nem oltunk. Belemennek járvány idején egy ismeretlen szernek az adagolásába. Erre van érkezésük, van idejük, és vállalják a felelősséget. És azt, ami, ami ismert, és elterjedt, és, 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 a világ ki tudja hány országában alkalmazott, még az Európai Unióban is gyártott szer, erre, erre tilalmat adnak ki. És két évvel, három évvel később elkezdik büntető eljárás alá vonni azokat, akik így próbáltak védekezni? Hát, kedves barátaim, ez egy mozgalmas tájkép magyarokkal, de csendélet marad akkor is.